The weekly house point ceremony starting soon. Hello mindenkinek, Lac vagyok, és üdvözlök mindenkit a Harry Potter és a titkok kamrája negyedik részében. Ebben a részben még nem tudom, mi lesz pontosan a téma, de annyi biztos, hogy megnézzük, hogy ezután a kihívás után bejutottunk-e a bónusz szobába, amit minden egyes varázslat után megtartják azt a ceremóniát. Ugye most lesz az, hogy kezdenek érdekesebbé válni a dolgok, mivel hogy megtörtént az első merénylet, szóval Mrs. Norris kicsit megmerevedett. Na, a többit majd kicsit később. Most nézzük meg, hogy ki az első. Micsoda meglepetés. It appears that Gryffindor is in the lead. Harry, it looks like you get to visit the bonus beam room. Remek. És mivel hogy most már két varázslatunk van, ezáltal megnyílik még egy rész, szóval több helyre tudunk bejutni. Hát amennyire többnek lehet mondani egy ilyen ajtót, hát több a semminél, maradjunk annyiban. Szóval a drazsékat most már nem az van, mint múltkor, hogy ott átjöttem ide és csak ott lent tudtam futkározni, mint mérgezett egér, hanem most már tudok tovább is jutni. De hát ez ilyen. Most a ládákat nem nyitom ki, mert azok szétszórják itt nekem a drazsékat, aztán futkozhatok utánuk. Szóval egyelőre csak ami így elérhető közelségben van, azokat szedem össze. Közben pedig mondom tovább, hogy ugye megtörtént az első merénylet, Mrs. Norris hát tetszhalott állapotba került. Hermione elkezd kutatni az ügy után, és kiderít pár dolgot. Azt hiszem majd mostanság kezdődnek el ezek. Aztán majd a végén kiderül persze, mert már egyszer volt az, hogy beígértem valamit, aztán mégse az lett. De hát, ilyen az élet. Új, de jó hangja van. Most már nem érek el sehova, igaz? Hát nem. Ja igen, most mennek el Hisztis Mirtil mosdójába. Since we're already here, and Filch isn't, remember all the water that was on the floor? Where had it come from? From in there. Let's have a look. I can't go in there. That's a girl's bathroom. Oh, Ron, there won't be anyone in here. This is Moaning Myrtle's place. She haunts one of the toilets. It's been out of order all year because she keeps having tantrums and flooding the place. I wish people would stop talking about me, but hang my back. Who can the heir of Slytherin be, though? Who'd want to frighten all the non-magical folk out of Hogwarts? Draco Malfoy. You heard him call Hermione a mudblood. But how do we prove it's him? We'd need to sneak into the Slytherin common room and ask Malfoy a few questions without him realizing it's us. But that's impossible. All we need would be some polyjuice potion. It transforms into something else. Most kezdik el tervezni a száz fülé főzet főzését. Two of the potion ingredients are a bit tricky, I'm afraid. Powdered bicorn horn and shredded boomslang skin. Harry, I'll need you to get me some. Any idea where I can find some? There's some bicorn horn in Snape's storage room. I'm not sure about the shredded boomslang skin. I'll need to check at the library. Lovely. Molting boomslangs and corridors full of goo. This should be enjoyable. Ja igen, most lesz az, hogy össze kell szednünk a hozzávalókat. Igen. És hova megyünk? Piton szobájába, franc. Oké. Okay. Oly,
Harry, want a trade? Hát már megint egy mardekár eset, ha a hajamat eldobom. Múltkor ezt elfelejtettem megmutatni. Itt van egy ilyen titkos kapcsoló. És itt van egy ládika. És egy ezüst kártyát kapunk. Még sajnos nem a tizediket, de szerintem már közeledünk hozzá. És itt múltkor ugye elindultam ebbe az irányba. És ezt itt szét akartam törni, csak hát az a sutyó ott nem engedett. De már megvan. Itt egy bronzkártya is. Gyorsan összekeverjük a hozzávalókat. De hát akkor nem ide kell nekünk jönni, hanem egyel arrébb. Még egyszer hozzá... Would you consider a trade? Anyád. Nekem te ne! Na szóval. Ja, itt van a Mardekárosok klub helysége, ez majd később kell. Valahol itt lesz az, ahova nekünk menni kell. Itt egy láda, gondolom drazsékkal. Itt egy titkos hely, Lumos. Itt le tudunk menni. Ezt az ektoplazmát leszedjük onnan. És akkor ide bejutunk a ládához, ahol azt hiszem egy ezüst kártya lesz, talán. Vagy egy bronz. Nem, egy ezüst. És megvan az első kulcsunk az aranyvarázsló kártyákhoz. Szóval közeledünk. Már csak 30 darab kell. Na, hova mész? Én is ide akartam menni. Na mindegy. Megelőzlek. Puff. Hát remélem rövid lesz ez a rész. Drazsék. Esetleg belevágok egy kicsit talán. Hú, ezt a részt nem bírom annyira. Erre a cuccra kell nekünk ráugranunk. És ez így folyamatosan járkál fölle. És közben különböző emeletekre visz minket. Például ott azon az emeleten, azt kell nekünk először. De ugye én még ide fölmegyek. És megnézem, hogy itt azt hiszem két láda van. Egyik csoki béka, a másik is csoki béka, miért is ne? Na, hol a lift? Ugye a Lumosztal ezeket a hiányzó lépcsőfokokat varázsolta vissza. De hát anélkül is le lehet jutni, szóval nem olyan égető fontosságú a történet. Bronzkártya, és van egy ilyen titkos... Nem titkos, de hát... Alig észrevehető hely. Ezüst kártyával. Ó. Na, essél már bele. Úgy. Ezt is ide kell. Ezek itt leesnek. És most kapunk két darab rákot. Még nem tudom, hogy örülnem kéne, vagy nem. Igazából ezek most elkezdenek rám lőni. De őket ide ezekbe a ketrecekbe kell beraknom. Meg szerencse... igen, ez az. Volt, amikor elfelejtettem, hogy itt a ketrecekbe is vannak dolgok. Ott már ne is menjél sehova. Téged már be is suvasztalak ide. Az meg közben lő rám, miért is ne? Mi az, hogy nem mész? Úgy, befele. Kész.
Csak Ibéka tökéletes. Csak hol van? Nem menj sehova. Be is raklak ide ebbe a ketrecbe, ahol a helyed. Mi az, hogy nem mész be? Úgy, szerencséd. Kell nekem a Lumos. Mivel, hogy így... Doxit röptél be. Hát, ezért az üstér komolyan ide raktak egy Lumoszt. Remek. Hát... Scourge, innen? Oké. Okay. És akkor most szépen lelépcsőzünk. Nem is tudom milyen mélységbe. Erre jössz, mondasz, hogy erre jössz. Oké. Okay. És már lenn is vagyunk. Igen, még kettő csiga. Ja. Megint leellenőrizzük. Van itt valami? Két drazsé, több a semminél. Na szóval... Téged is oda be kéne. Valahogy úgy. Ó, te sem menjél sehova. Így. Gyerünk, befele. Befele. Úgy. Ott meg behagytam valamit, igaz? Csak egy drezsé, meg egy csaki béke. Oké, se kavics az ott maradhat. Ilyenkor kell lelőni engem, hogy hogy lehetek ilyen hülye. És feled... Persze, gnóm, szevasz. Persze, hogy akkor már gyere. Nem hiszed, hogy meglogsz előlem? Hol élsz te? Hol a lyukad? 800 drazsink van emberek, ez rekord. Ezüst. Remek. Első mentőkönyv. És akkor lássuk. Így. Húha. Ezt a csigát itt nem tudjuk sehova se rakni, de hát. Na szóval. Az első ajtó ugye már megvolt. És akkor most talán, ha jól emlékszem, beállítottam. Igen, itt egy sárga, hát ilyen zöldes sárga színe van ennek az ajtónak. Itt is vannak, azt hiszem. Itt csak ez a trutymó van. Igen. Na lássuk, mit rejt a piros ajtó. Nagy valószínűséggel egy kérget, meg drazsét. Mondtam én. És ha jól tudom, már el is érkeztünk. Igen, Pitonnak a raktárába. Mennyire raktárnak lehet nevezni ilyen kis polcokkal, meg mindenséggel azt telerakott valamit. Mert igazából úgy semmi nincs benne. Le. Oké. Okay. Legrosszabb rész.
Én oda le nem megyek. Neki derbe a lyukba. Jobb ezután nem révén. Úristen. Olyan, mint valami Mount Everest. Ez a Lumos, videót is kapunk hozzá, de nem nézzük, meg tudjuk merre van. Ezt a kis sutyot lebénítom, drazsét fölveszem, trutyit leszedem. Na jó, ektoplazma, oké. Szakszerűek leszünk. Gyere ide! Meg ezt a doxit is röptébe. Leszedjük az éterből. Ne röpködjön itt. Innen is ki tudom. Á, de jó vagyok. Ja, hogy kettő van egymás mellett. Anyám. Ez viszont genyóság. Úgy. Minden az eltaláltam. Na és... ha jól tudom, itt van valahol az a... szarv alakú dolog, ami Hermionének kell. A túloldalon, persze. Ott-ott. És nekünk ide le kéne esnünk. Kettő darab tűzdrághoz. Jaj. Se kavics, azt az egy darab drazsét felszedem. Ki volt ez a süttyó, aki ezt ide építette amúgy? Nyakamat rá, hogy piton a süttyó mindenit. Ezt a négy drazsét felszedjük. És itt ez a szarv alakú cucc. Ami kell nekünk a 100 fülőfüzethez. És szerintem itt lesz a rész vége. Szóval... minden jót, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ennyi lett volna ez a rész, minden jót, sziasztok!